Csendes a topolyai tó, csukára tilalom van, békés halat nehezen lehet fogni, mondja Dobosi Attila. A bajsai sporthorgász pontybölcsővel érkezett, ami arra szolgál, hogy sérülésmentesen engedhesse vissza a vízbe a kifogott halat. Nagyon szeretek itt a topolyai tavon horgászni, rengeteg gazdag élményben volt részem, nagy amúrok, pontyok, kárászok, keszekfélék lakják ezt a vizet, a harcsákról nem is beszélve. Tavaly sikerült megdöntenem az egyéni rekordomat, ami egy 22 és feles amúr volt. Nagyon nagy élményt okozott. A topolyai tó bővelkedik őshonos halfajokban, pontyban, ugyanakkor ragadozó halakban is. A tavalyi aszályos év és az alacsony vízállás nem tett kárt a halállományban, az elmúlt csapadékos időszakban pedig növekszik a vízszint. A topolyai Aquatop Kft. Január 15-én megkezdte a horgászengedélyek forgalmazását. Az ára az ugyanannyi, mint a tavalyi folyamán, tehát az évi az 5000 dinárba kerül, a több napi 2000, a napi jegy pedig 1000 dinárba kerül. Ugyanott lehet beszerezni, mint az eddig évek folyamán, a Tó Sporthorgász Egyesületen keresztül, a helyező szintén ugyanaz maradt, eddig 20-25 jegyet sikerült ez a pár nap alatt eladni, tehát igény van a forgalmazásra. Egy engedély 3 horgászbotra érvényes. A horgászokat és a halállományt is halőrök ellenőrzik folyamatosan. Az idei évben újabb halasítást terveznek az illetékesek a topolyai tavon. Topolyai témákkal folytatjuk a közügyeket. A vendégem Szatmári Adrián polgármester. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Több aktuális téma is van, az egyik a hotel kérdése. Ugye kaptunk egy közleményt, hogy felbontották a szerződést a kivitelezővel, pontosabban a művelődési ház. Mi lesz most a hotel felújításának a sorsa? Így van, az egykori hotel épületének az átalakítására vonatkozó megkötött szerződésnek az egyoldalú felmondására kényszerültünk, mégpedig azért, mert a kivitelező nem teljesítette a szerződésben vállaltakat. Két okot szeretnék kiemelni, az egyik az a kivitelezőnek a késése, a fő ok azonban egy olyan követelése a kivitelezőnek, amelyet december végén terjesztett elénk, és amely a szerződött áraknak a növelését, amelyben a szerződött áraknak a növelését követeli, és ehhez köti a munkálatoknak a folytatását. Mi ezt a követelést kategorikusan elutasítottuk, tárgyalásokat folytattunk természetesen, de mivel nem tudtunk megegyezni, ezért a szerződést egyoldalúan felmondtuk. Meggyőződésünk, hogy ebben a helyzetben ez volt az egyetlen törvényes, racionális és helyes döntés, és ezt az álláspontunkat mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy már is két banki garanciát sikerült megfizettetnünk, 86 millió és 500 ezer dinár értékben. Ezek az eszközök már a művelődési háznak a folyószámláján találhatóak, azonban ezzel a követeléseink nem fejeződtek be, további kárigényeink vannak, és kárigénylést fogunk benyújtani a kivitelező felé, és ennek érvényt szerezni vagy bírósági úton, vagy pedig perenkívüli megegyezésben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az eszközök a projektnek a befejezésére azok rendelkezésre állnak, és újra le kell folytatnunk a közbeszerzési eljárást. Miután ez megtörtént, szerződést köthetünk az új kivitelezővel, és a munkálatok még az idén folytatódhatnak. Azt nem tartom reálisnak, hogy ezek a munkálatok az idén befejeződjenek, de jövőre az épület és az építkezés, a felújítás ennek az épületnek befejeződhet. Biztos vagyok abban, hogy törvényesen jártunk el, és hogy az önkormányzatnak, de a művelődési háznak sem, aki ugye ebben az esetben a szerződő fél, nem lesz megkárosítva semmilyen téren. De ilyenkor mi van, amikor belegondol az ember, hogyha a saját életéből vesz tapasztalatot? Tehát megegyezünk valamiben, én nem tehetek arról, hogy közben elmentek az árak, én mint megrendelő. De ilyenkor én azt megtehetem, hogy felmondom, most a másik oldalról beszélek, és azt mondom, hogy én ennyi nem csinálom meg, tehát hogyha valamit szerződést kötünk, akkor valójában nekik, magyarul mondva, kutya kötelessége azt megcsinálni. Ha ezt ő nem teszi meg, akkor mekkora százalékot, mennyi pénzt tudnak önök igényelni még pluszban tőle? Vagy ilyenkor most, hogy önök mondták fel, ki a bűnös, hogy ez nem sikerül most így ezt az ügyet végigvinni?
Szerintem nem fér hozzá kétség, hogy a kivitelező volt az, aki nem teljesítette a szerződésben vállaltakat. A szerződés pontosan taglalja, hogy kinek mi a kötelezettsége. A kivitelező a kötelezettségeinek nem tett eleget. Azért tudjuk, hogy a bankok milyen apparátussal rendelkeznek. Biztos vagyok abban, hogy a két banki garanciát nem tudtuk volna ilyen egyszerűen megfizettetni, hogyha az önkormányzat vétett volna a törvény vagy a szerződésben foglaltak ellen. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy ez a hogyha perenkívüli megegyezésre kerül sor, vagy hogyha bírósági eljárásra kerül sor, mindkét esetben az önkormányzatnak lesz igaza. Most a műszaki ellenőrnek egy jelentést kell, hogy készítsen, és ez a jelentés lesz az egyik pillére ennek a mi kártérítési igényünknek. Ugyanakkor külső szakembereknek a bevonásával, gondolok itt műszaki szakemberekre, pénzügyi szakemberekre és jogászokra, egy másik tanulmány is készülni fog, és ez a két dokumentum alapján fogjuk elindítani ezt a kártérítési eljárást. Jó hír azonban az, amit mondott, hogy megvan a pénz a további felújítása és építkezése, viszont megnehezítheti a munkálatokat az, hogy közben itt egy pereskedés zajlik. Addig lehet folytatni, amíg itt ez a pereskedés véget nem ér? Én nem gondolom, hogy ez megakadályozná az új közbeszerzésnek a kiírását, tehát ezt a projektet ezzel mi lezártnak tekintjük, a kártérítési eljárást ezt el fogjuk indítani, ugyanakkor párhuzamosan ezzel ki fogjuk írni az új közbeszerzési eljárást, szerződni fogunk, és én úgy gondolom, hogy már valamikor tavasz végén, nyár elején a munkálatok azok folytatódhatnak. És a vasútfelújítás is folyik, tehát más munkálatok is vannak Topolyán. Hogyan áll, milyen szakaszban zajlanak most a munkálatok ott? Így van, a gyorsvasútnak a kiépítés az mindenképpen nagymértékben hozzá fog járulni az egész községnek a fejlődéséhez, gondolok itt gazdasági és idegenforgalmi szempontból. A munkálatok jól haladnak, ugye a munkálatok teljesen 2024 végére kell, hogy elkészüljenek. Topolyán a településen belül három aluljáró kell, hogy elkészüljön, egy az Entei úton, egy a Becsei úton, egy pedig az Inomagnál. Az Entei út és a Becsei úti aluljáró annak mind a kettőnek, tehát a gépjármű forgalomra is alkalmas lesz, még az Inomagnál az aluljáró ez gyalogos és kerékpár forgalomra lesz majd alkalmas. A településen kívül három fölüljáró fog majd elkészülni, ez fontos a mezőgazdasági termelők szempontjából. Egyik Kisbelgrádnál, a másik az a Dózsa-György vállalatnál, a harmadik pedig Zobneticánál. Fontos még az is, hogy a projektunknak a keretein belül teljesen fel fog újulni a vasútállomás Topolyán, és ami talán még jelentősebb, hogy az Edward Kardely utcának a végén egy teherterminál fog majd kialakulni, és az ipari parknak a közelsége miatt én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az ipari park és Topolyának a gazdasági fejlődésének a szempontjából. Ilyenkor, amikor a munkagépek dolgoznak, akkor ez némi felfordulást is okoz. Mit tapasztalnak ebből a helyiek, és az önkormányzat mit tud tenni? A helyiek a saját bőrükön tapasztalják ezt, igen, vannak negatív tapasztalatok is, próbáljuk ezeket a tapasztalatokat orvosolni. Ilyen volt például a Téglagyár utcában, amit autóval, gépjárművel egyáltalán nem tudtunk és nem lehetett megközelíteni. Egy ideiglenes utat alakítottunk ki a Kongrát közvállalattal közösen, tehát a probléma mondjuk úgy, hogy a Téglagyár utcában megoldódott, ugyanakkor a Beográd utcában hasonló jellegű probléma merült fel. Itt a kínai kivitelező céggel a héten kell, hogy találkozzunk, ezt a problémát is orvosolnunk kell, megvan a konkrét tervünk, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, azonban a megoldáshoz közösen a kínai céggel kell majd, hogy eljussunk közösen. És a Vénusz fürdő hogy áll? Ezt meg szoktuk mindig kérdezni, és kollégák mondják, hogy elég jól halad. Így van. Folyamatban vannak a munkálatok a fedett medencének a kiépítésén. Jelen pillanatban a külső térrendezés van folyamatban. Ennek a projektumnak a keretén belül ki kell, hogy épüljön a külső hálózat, gondolok itt a vízhálózatra, a csatornahálózatra, az elektromos hálózatra. Ugyanakkor a járdák is ki kell, hogy épüljenek. A projekt keretein belül kiépült egy 60 férőhelyes parkoló is a stadion és a városi medence közelében, valamint kiszélesítettük a Nusity utcát, ami azért fontos, mert itt van a közelben a Nikola
ezt az általános iskola, és így még biztonságosabbá tettük a forgalmat. Ennek a projektnek az összértéke 100 millió dinár megközelítőleg, amelyből 80 millió dinárt a tartományi nagyberuházás igazgatóság, 20 millió dinárt pedig Topolya község önkormányzata finanszíroz. És kiknek szánják majd ezt a beruházást? Kik lesznek azok, akiket várnak ebbe fürdőbe? Helyieket, vagy azért egy kicsit szélesebb spektrumban gondolkodnak? A helyieket is, és a Topolyára látogató turistákat is. Szeretnénk azt elérni, hogy minden iskola egy héten legalább egy testnevelési órát ebben a medencében tartson meg és töltsön el, és szeretnénk, hogyha mindenki megtanulna úszni, és biztos, hogy ez a fedett medence ma nagyon jó lehetőséget biztosít erre a célra. És folytatódik az energiahatékonysági pályázat is Topolyán. Milyen tervekkel vágnak neki az idei évnek? Így van, az idei évben növeltük az erre szánt eszközt. Tavaly ugye 6 millió dinárt irányoztunk elő erre a célra. Az idejében a költségvetésben 8 millió dinár szerepel ennek a projektumnak a megvalósítására. Újra pályázni fogunk a Bányügyi és Energetikai Minisztériumnál, és folytatni szeretnénk ezt a programot és ezt a projektumot. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hatásos és hatékony projektum volt, ezért az elkövetkező években is szeretnénk folytatni, és a lakosoknak lehetőséget adni arra, hogy még energiahatékonyabbá tegyék a lakásaikat és a házaikat. Polgármester úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!